Jó estét! Szeretünk benneteket! Azt kívánom, hogy körülbelül úgy, ahogy a kétségbejtően tehetségtelen színművész beszédhibáján javítani képtelen logopédus nő gázóráját leolvasni akaró, de a kaputelefonon hiába csöngető gázóra leolvasó, halk káromkodására elpiruló iskoláslányka cofjába kapaszkodó könnyű tavaszi szellő által borzolt pocsolyán nagy sebességgel keresztül száguldó drága terepjáró lehúzott ablakán kihallatszó dévajkacagás betölti a koranyári este csendjét, azonképpen töltse be lelketeket a szépség és az igazság. Ehhez én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a költő meg szeretne szólalni a színetek előtt, egy költeményt elmondva, amely költeményben a költő egyértelműen a kis emberek oldalára áll. Tehát vannak nagy emberek, tudjuk, azok is csak azért olyan nagyok, mert annyi sok mindenük van. Ettől nagyok. De nekünk is van valami, nekünk is embereknek. És erről szól a vers. A címe Nem csak a Putyinnak. Nekem is van gázom, egy szerényebb mennyiség. Elszállításához nem kell csővezeték. Nem kell csap és szelep, magától is kijön. Nem múlik semmilyen műszaki eszközön. A kérdés csak a helyszín, ahol szélnek ered. Hogy ne bámuljanak rám döbbent riadt szemek. Kezelési utasítás szerint jártam el, beszálltam szépen, rendesen. Megnyomtam a legmagasabb gombot, amit elértem, és elindult, de aztán megállt hirtelen. 15 liftből, 15 liftből, 15 liftből.
az utcán sűrű éj, csak az operaházi lámpák kristályfénye száll. Kívül semmi lesz, pedig oda bent szól a zenekar, s a nagy terem vízben áll. Bálva, igazi bál van az operaházban, itt az alkalom, hogy megtaláljam a díszes társaságban Vaidát, Sarastrót, Sparafucsirét, Rigolettót. A néptes társaság útján mennyi különös alakot rejtett a konfekció barát, és most már tudható, hiszen mindenki látja őket, hogy mivé változtak át. Bálna az opera házban, Igazi bál van, s neked
Nem tudom, gondolkodtatok-e már rajta, hogy mindenkiből az lesz, aki van. Vagyis, hogy pontosabban fogalmazva, hogyha mindenki párizsi teszik, nem kezd el mindenki mindenkire hasonlítani, hanem a párizsi mindenkiből csak őt magát csinálja tévedhetetlenül. Az emberek nem kezdenek se a párizsira hasonlítani, se egymásra, mindenki saját magára. Mert a párizsi az csak egy párizsi. Bent van valami automata, ami ezt tévedhetetlenül csinálja, és szerintem ez a lélek, az emberi lélek, tulajdonképpen úgy lehet megfogalmazni, hogy a lélek a párizsiból minket csináló automata. Pedig hadd mutassam be két gyönyörű vokalistánkat, Benedek Lili és Szász Ági. A Vintage Dolls együttes énekesnői. És még van egy fontos információm. Ma van a hangmérnökünk születésnapja. Éljen a Gyuri! Mohai Gyuri. Hát akkor Gyurikám, figyelj ide, tehát hogyha tényleg ennyi idős lettél, akkor emlékezz az ifjúkorodra, egy dallal köszöntünk téged, amely egy lányról szól, hát tudod, még fiatalabb korabról van szó, tehát nem most, hogy nős vagy, nem most. Tehát egy lány, akinek a neve E betűvel kezdődik, de Lizabettel folytatódik. We'll be right back.
én őszintén megmondom neked, hogy engem egyáltalán nem zavar, hogy nem vagyok most. Hát okosnak itt vagyok én csillagom, hát kérdez bármiről, de csak mozgasd a popsidat, hát érted? Furra lányed a felél a ver, most erre hova menjem? Az a sász pedig hova nyúltál, az iszonyú szőrös keveiben. Gyere vissza, Elizabeth, vissza legyél csak nép a bor. Hisz nélküle én már nem vagyok, se élő, se hol. Na most ti jöttök! Akkor most jön egy másik lány, akit másképp hívnak. Oh.
szírém, esd hát belém, szerelmem irántad vegetatív. Remélem nem vagy, remélem nem vagy, nagyon reménykedem, hogy nem vagy hív pozitív. Nagyon örülünk, hogy tényleg ennyien, meg így, meg nyitottak vagytok. Úgyhogy megkérem költőtársamat, Bornai Tibort, hogy a következő lírainak számító dal elé mondjon egy szép verset. Bornai Tibor, meddig leszünk még csempe? Én csempe vagyok, te csempe vagy, pedig ordítani kéne, hogy ezt nem lehet, hogy ezt nem szabad, hogy ennek legyen már vége. Mi csempék vagyunk, csak csillogunk csendben a falhoz lapulva, közben azt se tudjuk, mi lesz velünk, akár egy fél óra múlva. Te csempe vagy, én csempe vagyok, látod, a sors csákányt lenget, maradjunk örökre burkolat? Nem. Törjük meg végre a csempet. A szerelem. A
szerelme. Thank you.
vagytok. Szóval zenén nevelkedett ifjúság, jó hallással. Úgyhogy mostantól ti beszámítotok a KFT zenekar kórusába. Jó? Hát most bebizonyítottátok, hogy vagytok. Nagyon jó. Úgyhogy most három nagy ombot fogunk mondani, hogy megnyissuk a végtelen intelligenciának a picike csapját, hogy hát, ha valami beárad, hát az a jó Isten adja, hogy igen. Figyeljetek! Három. Állítólag még van 5 percünk. És a színpadon, nem tudom, tavaly, aki itt volt, azt talán emlékszik, hogy Lengyelfi Eszter volt a basszusgitárosunk. Most eljött azért, hogy meghallgassa, tudjuk-e nélküle is. Sablonos helyzet. Hamburgert ettünk és vártuk, hogy jöjjön a 3:30, mert utazunk már. Itt hagyjuk Zamárdi felsőt, hisz újra csak elmúlt egy balatoni nyár. Mennyire vártam a tihanyi révné azt a kényszerű lány. És persze nem jött nekem kényszerű lányom. Beültem inni és észre se vettem az ára a színvonalát.
volna annak a lánynak az igazság. Szemébe néztem és azt mondtam, nem vagyok házas. Nyaralás lesz ez áll.